nekünk, akik egy városban élünk, többnyire természetesnek tűnik, hogy el vagyunk szakadva a természettől. Azt szeretnénk, hogy minél tisztább, minél rendezettebb, minél természetesebb környezetben élhessünk. És ezért indított a Budavári Önkormányzat számos olyan programot, amelyel ezt a levegőt, ezt a füvet, ezt a zöld és épített környezetet a lehető legtisztábban, a legtermészetesebb módon meg tudjuk őrizni. Túl az eszközökön, túl a technikai fejlesztésen a lehető legfontosabb dolog, amit tehetünk, és ez minden ember személyes felelőssége, az az, hogy milyen döntéseket hozunk, milyen szemlélettel élünk nap mint nap. Mennyire gyűjtjük szelektíven a hulladékot, mennyire figyelünk oda, hogy nem szemetelünk, mennyire figyelünk oda arra, hogy mit hagyunk magunk után egy-egy rendezvény, kültéri program alkalmával. Én ezt a szemléletformálást érzem talán a legfontosabbnak, ebben a közösségeknek példaadó ereje van, példamutató ereje van, és azt kell mondjam, hogy mi nagyon büszkék is vagyunk arra, hogy az első kerület az mindig egy példaadó lehetett az elmúlt években. Bízom benne, hogy ez így is marad. A tavalyi év beszerzését követően, amikor egy járdatakarító nulla emissziós gépet szereztünk be, az idei évre egy szintén teljesen elektromos hajtású, tehát zéró károsanyag kibocsátással rendelkező kisgépet szereztünk be, melynek egyedüli célja és feladata természetesen az őt kormányzó és vezető munkatárson kívül az lesz, vagy vele együtt az lesz, hogy a kerületben meglévő közel 150 kutyaszemetesnek a tartalmát rendszeresen ürítse és gyűjtse, vagy a megfelelő deponáló helyre vigye el. Nagy reményeket fűzünk a gépjármű elé, pusztán amiatt, mert ezen gép beszerzésével túl azon, hogy a környezetre nem gyakorolunk káros hatást, el tudunk látni egy olyan feladatot, ami eddig is feladatunk volt, de a gépparknak ha úgy tetszik, nem igazán ilyen irányú specializáltságából fakadóan, viszonylag, ha úgy tetszik, több napos csúszásokkal tudtuk ellátni ezt a feladatot, sokszor a kollégák gyalogos bevetésével, innentől kezdve pedig ez nem lehet probléma. Nagyszerű dolog, hogy vannak már ilyen korszerű gépek, és lehetőség van arra, hogy a kutyakakit összegyűjtsétek kutyakakit tartó edényekbe, dobozokba vagy tárolókba. Viszont nagyon fontos az is, hogy használjátok is ezt, vagyis, hogy ha netán a kutyátok piszkít, azt magától ugye nem fogja elvinni a kutya. Vegyétek fel az zacskóba a kutyakakit, és tegyétek be az erre rendszeresített zacskókra, mert bizony más beleléphet, vagy egy mozgássérült tolókocsival beletolhat, egy biciklis továbbhordhatja, és ez bizony nagyon kellemetlen. Próbálunk olyan dolgokat csinálni, amivel segíthetünk, hogy visszakerüljenek az árva kutyák a gazdáikhoz. Erre szolgál az a csipleolvasó hálózat, ami már Budapesten nagyon sok helyen működik, és most országosan is működni fog. Ez egy kis csipleolvasó készülék, ez arra való, hogy a kutyában lévő mikrocsipet, ami azonosítja őt, le lehessen olvasni. Ez már közel 40 helyen van Budapesten, éttermekben, kávézókban, néhány önkormányzatnál, és ha megtalálják a kutyát, leolvassák a csipszámot, akkor a mi önkéntes állatorvosaink segítik a kutyát azonosítani és visszajuttatni a gazdájához. Szeretnénk csatlakozni mi is ehhez a kutyatartásos, felelősségteljes dologhoz, úgyhogy az önkormányzat jóvoltából és segítségével telepítünk ide is egy ilyen kutyacsipleolvasót. Tehát itt a Cakón is lesz ilyen, úgyhogy ha valaki talál itt a környéken, Tabánban erre-arra kóborkutyust, akkor be lehet ide hozni, hogy le tudjuk olvasni a csipről, hogy esetleg utána tudjunk menni, hogy kihez tartozik, ki a tulajdonosa, és tudjunk segíteni, hogy hazataláljon a kutyust. Tehát tudjatok róla, hogy ez ide kerül majd telepítésre, tehát ezt is lehet használni.